tart a hajsza a bécsi templom támadói ellen, egy szerzetest vasrúddal vertek meg, súlyosan megsérült. Új nyugdíj megtakarítási programmal készül a kormány jövőre, versenyképes kamatokkal segítenék az öngondoskodást. Már meg lehet venni a szilveszteri tűzijátékokat, 31-én este 6-tól másnap reggel 6 óráig lehet őket felhasználni. És nem javul a smog helyzet, Putnokon már egészségtelen a levegő, nem ajánlott a szabadban lenni és szellőztetni sem. Ez a híradó 7:30-tól az M1-en. Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Robbantásos támadás történt nem sokkal ezelőtt egy turistabusz ellen Egyiptomban, a fővárosban, Kairóban. Egy házi készítésű bomba robbant fel egy vietnámi turistákat szállító busz közelében. A legfrissebb információk szerint 2 turista meghalt, legalább 12-en pedig megsebesültek. A támadás Gízában, a piramisok közelében történt, a környéket kiürítették, az egyiptomi belügyminisztérium későbbre ígért részletes tájékoztatást, amint többet tudunk, azonnal mondjuk majd itt az M1-en. Tart a hajsza közben Bécsben, még mindig nagy erőkkel keresi az osztrák rendőrség a tegnapi templomrablás elkövetőit. A 2 fegyveres délután tört be az épületbe, az egyik szerzetest vascsővel verték meg, ő most is súlyos állapotban van, 4 másikat pedig megkötöztek. Egyelőre nem világos, mit vittek magukkal a támadók, róluk csak annyit lehet tudni, hogy idegen akcentussal beszéltek németül. A hatóságok kizárták, hogy terrortámadás történt volna. Továbbra is nagy erőkkel keresi a rendőrség annak a támadásnak az elkövetőit, amelyet a bécsi Antonbök utcai katolikus templom ellen hajtottak végre csütörtökön délután. A Die Presse osztrák napilap értesülése szerint délután 13:30-kor az egyik szerzetes szokásos teendőit végezte, amikor 2 fegyveres rontott be a templomba. A támadók a földre tepelték a 68 éves szerzetest, megkötözték és egy vasrúddal bántalmazták. Készpénzt és a templom értékeit követelték. A segítségére érkezett 4 másik szerzetest is megverték, majd egymáshoz kötözték őket. Csaknem 3 órával a brutális támadás után egyikük kiszabadította magát és azonnal értesítette a rendőrséget. Az áldozatokat kórházba vitték, az idős szerzetes súlyos fej- és mellkasi sérüléseket szenvedett, a többieknek enyhébb sérülései vannak. A nyomozók szerint a megtámadott szerzetesek sokkot kaptak, ezért egy jó ideig nem voltak kihallgatható állapotban. A rendőrség hajtóvadászatot indított az elkövetők után. Átfésülték a templomot és a hozzá tartozó egyházi ingatlanokat. Különleges egységeket is bevetettek, illetve a levegőből helikopterek pásztázták a környező utcákat. Azt biztosan kizárhatjuk, hogy terrorcselekmény történt volna, de a támadás motivációját még vizsgáljuk, szögezte le csütörtök este a rendőrségi szóvívő. A szerzetesek elmondása szerint az egyik elkövető 180 cm magas lehetett és sötét ruhát viselt. Ezen kívül mindkét támadó külföldi akcentussal beszélt németül. Az egyik alkalmazott azt mondta, hogy egy nappal korábban egy gyanús alak olálkodott a templomban. A támadás idején nem volt mise, és a korábbi hírekkel ellentétben lövöldözés sem történt. Egyelőre azt sem lehet tudni, hogy az elkövetőknek sikerült-e valamit zsákmányolniuk. Az biztos, hogy komolyabb értékeket nem tartottak az épületben. Ha elfogják a rablókat, akár 15 évig terjedő szabadságvesztést is kaphatnak. A környéken élőket megdöbbentette a támadás híre. A Szűz Máriáról elnevezett Antonbök utcai templom gyülekezetének egyik tagja az M1-nek azt mondta, látta a sok rendőrt előző este, de sokáig nem is sejtette, hogy mi történt. Szerzeteseket bántalmaztak, azt hallottam. Mesélték, de reméltem, hogy nem azokat, akiket én is ismerek. Később kiderült, hogy mégis ők voltak. Rendes, tisztességes, kedves emberek, nagyon sajnálom őket. Mélységesen szomorú és tragikus, hogy ez a 21. században megtörténhet, mondta a nő. Csütörtökön egy másik incidens is történt az osztrák fővárosban. Bombariadó miatt kiürítették a Szent István székesegyházat. Egy órával később újra kinyitották, robbanó szerkezetet ugyanis nem találtak. Kapcsolunk Bécsbe Ciráki Viktóriához, szervusz. Hát nagyjából 30 óra telt el a támadás óta. Hogy lehet az, hogy az osztrák hatóságok azóta se találják az elkövetőket?
Szervusz, jó estét kívánok! A helyszínelő autó körülbelül egy órával ezelőtt távozott innen az Antón-Bök utcai templom elől, ahol a tegnap esti támadás történt. Ez azt jelenti, hogy egész a mai nap során, illetve tegnap esti órákban is folyamatosan történt az adatok rögzítése, a nyomok rögzítése, illetve a tanúknak, szemtanúknak a kihallgatása. Mi magunk is tapasztaltuk ezt a nagy rendőri jelenlétet, hiszen folyamatosan rendőrautók jöttek, illetve rendőröket is láttunk itt az utcában, úgyhogy mondhatjuk, hogy nagy erőkkel keresi a rendőrség a két elkövetőt, illetve az is elmondható, hogy különleges alakulatokat, a Kobra és a Vega nevű különleges alakulatokat is bevetették az elkövetők kézrekerítésére. Tudtunk beszélni Nicolas Baldermannal, aki gondnoki teendőket látott el itt a templomban, és ő azt mondta, hogy tudott beszélni az egyik könnyű sérültel. Ő arról számolt be, hogy már napok óta látta azt a férfit, akit végül azonosította az események elkövetőjeként. Tehát ez azt jelenti, hogy valószínűleg napok óta tartott már a megfigyelés ennek a templomnak az elkövetés előtt. Napközben ugye jártatok azoknál a kórházaknál, ahol a sebesült szerzeteseket ápolják. Mit lehet tudni az ő állapotukról? Tudtunk beszélni a bécsi mentők szóvivőjével, és ő azt mondta, hogy a legsúlyosabb sérültet, a 68 éves szerzetest a Donauspital nevű Bécs keleti részén található kórházba szállították, és jelenleg is ott ápolják. Ő tehát a legsúlyosabb sérült, ő továbbra is a kórházban marad, úgy tűnik még legalább néhány napig. Azonban a könnyű sérültekkel kapcsolatban jó hírekkel tudok szolgálni, ugyanis ők négyen voltak, akiket különböző kórházakba szállítottak, Bécs különböző kórházaiba, és ők közülük hárman már elhagyhatták a kórházat, úgyhogy mindössze már csak egy könnyű sérült szorul ellátásra. Azonban itt a templom előtt tudtunk beszélni az egyházközség egyik tagjával, aki egy közleményt helyezett el itt a templom falán, ezen az áll, hogy a templom egészen január 6-áig zárva tart, addig tehát nem tartanak istentiszteletet itt az Antón-Bök utcai templomban. Ciráki Viktóriának köszönjük szépen! Újabb útvonalakon próbálkoznak a bevándorlók, a brit kormány komolyan aggódik, hogy egyre több migránst kapnak el a La Manche csatornán, és Marokkóból is napról napra többen indulnak Európa felé. Idén több mint 100 000 illegális bevándorló ért el az Uniót, és még korábban főleg Olaszországban értek partot az emberek, már a Spanyolország lett a legnagyobb befogadó ország. A migráció meghatározó probléma lesz jövőre is, ezt mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, hozzátette, az európai parlamenti választás hozhat változást. Újabb bevándorlók értek partot ebben a spanyol kikötőben. Az afrikai migránsokat civil szervezetek hajói találták meg a líbiai partok közelében. A Proactiva Open Arms nevű spanyol NGO jelentése szerint néhány nap alatt mintegy 300 migránst vettek fel a tengerről. Migrációs útvonalak háromról beszélhetünk Európába. Az egyik legterheltebb útvonal idén a spanyolországi volt. 2018-ban majdnem 63 000 bevándorló érte el a spanyol partokat. Ez több mint 120%-os emelkedést jelent tavalyhoz képest. Erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt. Bakondi György összegezve a 2018-as migrációs helyzetet rámutatott arra is, míg Spanyolországba többen, addig Olaszországba a tavalyihoz képest kevesebben érkeztek, köszönhetően az olasz kormány szigorításainak. De még így is több mint 23 000, főként Afrikából érkező migráns jutott be itt az Unió területére. A harmadik fő migrációs útvonal továbbra is a nyugat-balkáni. Idén legalább 31 000 bukkantak fel ezen az útvonalon, legalábbis ennyien regisztráltak Görögországban. A magyar határszakasz kerítéssel védett részén idén majdnem 6 000 próbáltak átjutni. Közben tovább nőtt a törökországi menekültáborokban várakozó migránsok száma is. Ezekben már csak nem 4 millióan vannak, többségük szír, afgán és iraki állampolgár. Mindeközben csütörtökön már a brit kormány is aggodalmát fejezte ki, amiatt, hogy az utóbbi időben egyre több illegális bevándorló próbál vízi úton átkelni a La Manche csatornán Franciaországból Nagy-Britanniába. A belügyi tárca közlése szerint csütörtök reggel a brit határőrök csak nem 40 illegális bevándorlót fogtak el. Jelentős nagyságrend Ázsiában is és Afrikában is azoknak a száma, akik útbaindítást terveznek, és ezek a uniós és
euró és ENSZ változások pedig bátorítólag meghívó jelleggel hatnak erre. A belbiztonsági főtanácsadó szerint 2019-ben fokozottabb migrációs nyomásra lehet számítani az ideihez képest. Köszönhetően a különböző uniós döntéseknek és az ENSZ nemrég elfogadott migrációs paktumának. Ezeket ugyanis újabb meghívó levélként értelmezhetik majd a bevándorlók. A magyar kormány álláspontja szerint éppen ezért a májusi európai parlamenti választások meghatározóak lesznek Európa jövőjére nézve. Mi abban reménykedünk, hogy az új összetételű parlament szakít az Európai Unió eddigi migrációs politikájával, és nagyobb figyelmet fog fordítani a nemzeti érdekekre, az európai keresztény értékek védelmére. Bakondi György szerint bizakodásra adhat okot, hogy az elmúlt évek nemzeti választásai azt mutatják, jelentősen megváltozott az európai emberek véleménye a bevándorlásról. Ez pedig várhatóan hatással lesz az Európai Parlament összetételére is. Itthon migránsokat tartóztattak fel éjszaka a déli határ mentén, Kelebián 3 alkalommal összesen 10 illegális határátlépőre bukkantak, többségük tehervonatok nyitott kocsijaiban bújt meg, valamennyien afgánnak vallották magukat. Korábban Hercegszántón állítottak meg 10 migránst, mivel a 8 indiai és 2 bangladesi sem tudta igazolni, hogy jogszerűen tartózkodnak Magyarországon, a rendőrök őket is visszakísérték a biztonsági határzárhoz. Megint egyre többen próbálnak a határkerítésen átmászva bejutni az Egyesült Államokba Mexikó felől. Túl lassúnak tartják ugyanis a menedékkérelmi eljárások beadását a hivatalos átkelőhelyeken. Donald Trump elnök több mint 5 milliárd dollárból építetne falat a határon, ezt azonban a demokraták nem támogatják, így egyelőre költségvetése sincs az országnak. Emiatt napok óta padhelyzet van, a kormányhivatalok részlegesen leálltak, Donald Trump kész arra is, hogy teljesen lezárassa a déli határt. Így másztak át közép-amerikai migránsok a Mexikó és Egyesült Államok közötti határkerítésen. A mexikói Tijuanába eljutott bevándorlók közül egyre többen elégelik meg, hogy hetek óta hiába várakoznak a hivatalos amerikai határátkelőknél, menedékkéremüket ugyanis még mindig nem adhatták be. A mexikói hatóságok szerint a feltorlódott 7000 migránsból eddig nagyjából 1000-en léptek át illegálisan az Egyesült Államokba. Ezeket az embereket az amerikai határőrök rendre elfogják, majd menedékkérelmi eljárásuk idejére szabadon engedik őket. A migránsok csaknem harmada azonban nem várja meg az ítéletet, hanem eltűnik a hatóságok elől. Az Egyesült Államokban a két nagy párt egyetért abban, hogy a határvédelmet meg kell erősíteni. A konkrét intézkedésekkel kapcsolatban viszont már jelentős nézetkülönbségek vannak. A republikánus Donald Trump amerikai elnök az általa ígért határfal megépítését tartja a legjobb megoldásnak, mert szerinte Izrael példája bizonyítja, hogy a falak működnek. Az ellenzéki demokraták viszont azt állítják, drága és hatástalan lenne a határfal. A vita miatt a két nagy párt múlt szombatig nem tudott megállapodni egy hatályos költségvetésről, így leállt a szövetségi kormányhivatalok egy részének működése, és mintegy 800 ezer köztisztviselő maradt átmenetileg fizetés nélkül. Az elnök az ellenzéket okolja a leállásért. Donald Trump drasztikus intézkedéseket helyezett kilátásba, ha a falépítési terve nem kap fedezetet. Kénytelenek leszünk teljesen lezárni a déli határt, ha csak a demokraták nem adnak pénzt a határfal befejezésére, írt a közösségi oldalán az elnök. Az ellenzéki párt viszont azt állítja, a kormányzó republikánusok nem hajlandóak kompromisszumra. Próbáltam egy olyan áthidaló költségvetési javaslatot beterjeszteni, mint amit a szenátus elfogadott, hogy véget vessek a leállásnak. Azt gondoltam, ez egy észszerű kérés, de még csak a szót sem kaptam meg a képviselőházban, ami példátlan, mondta egy demokrata képviselő. A padhelyzetre hatással lehet, hogy jövő csütörtökön a novemberben megválasztott kongresszus beiktatásával megváltoznak az erőviszonyok a törvényhozásban. A szenátusban továbbra is a republikánusok, a képviselőházban viszont már a demokraták lesznek többségben. Már 7200-nál is több sérültje van az indonéziai szökőárnak, az áldozatok száma nem emelkedett, de még mindig 150-nél több embert nem találnak. Közben folyamatosan kutatnak a túlélők után, a katasztrófát okozó Krakatau vulkán környékén pedig folytatják az emberek kimenekítését, mivel nem zárható ki, hogy a tűzhányó ismét kitör. Hajnalban újabb földrengés rázta meg a környéket. Pénteki imára hív a müezzin az indonéziai Labuanban. A mecset jelenleg átmeneti szállásként is szolgál azoknak, akik fedél nélkül maradtak a szombati szökőár miatt.
Az épület teljesen megtelt, így sokan, köztük a mentési munkálatokban segítkező önkéntesek az udvaron imádkoztak. Ez a szökőár Isten figyelmeztetése, hogy a megosztottság nem jó. A muszlimoknak meg kell őrizniük a testvériséget, mondta az egyik hívő. A Jáva szigetén fekvő település partmenti részeit valósággal letarolta a hirtelen jött szökőár. Az utcákon még mindig áll a víz, ráadásul újra meg újra elered az eső. Az indonéz hatóságok pénteken újabb adatokat tettek közzé a katasztrófa okozta pusztításról. Eddig 426 holttestet találtak, de több mint 150 ember hollétéről még mindig semmi hír. A sebesültek száma viszont a korábbi 1500-ról több mint 7200-ra emelkedett. Az átmeneti szállásokon nagy a zsúfoltság. Országszerte több mint 40 ezer embernek kellett elhagynia otthonát, közülük minden másodiknak már többé nincs hová hazamennie. Akadnak olyanok, akik visszamerészkednek az elöntött házakba, de csak azért, hogy elhozzák azt, amit még meg tudnak menteni. Rettegek attól, hogy ismét ránk tör a szökőár, már attól is félek, ha esik az eső. Ezért néhány szomszéddal együtt úgy döntöttünk, hogy elköltözünk a part mellől egy biztonságosabb területre, magyarázta az egyik túlélő. Az evakuálás folytatódik, mivel a hatóságok elővigyázatosságból kibővítették a szökőárt okozó Krakatau vulkán körüli veszélyzónát. A kedvezőtlen időjárási viszonyok és a vastag hamuréteg miatt ugyanis a szakértők nem tudják megállapítani, várható-e újabb kitörés. A haditengerészet hajói sorra járják a tűzhányó közelében lévő szigeteket, akit csak lehet, elhoznak onnan, a többieket ellátják ivóvízzel, tartós élelmiszerrel és gyógyszerekkel. Tegnap 90 embert mentettek ki, ma 50-en jöttünk el, még legalább ennyien maradtak, mondja az egyik apró sziget lakója. Közben péntek hajnalban földrengés rázta meg Indonézia keleti részét. A hatos erősségű földmozgás néhány másodpercig tartott, áldozatokról, anyagi károkról nem érkezett jelentés. Rendkívüli helyzet elrendeléséről határozott a római kabinet pénteken az Etna kitörését követő földrengések miatt. A kormány döntése értelmében a Szicília katasztrófa helyzet felszámolására nagyobb összeget lehet átcsoportosítani, és a központi költségvetés forrásait felhasználva helyezik el az otthonukat elvesztő embereket. A tűzhányó aktivitása miatt legalább 1800 épület sérült meg, amikor szerdán hajnalban nagy erejű földrengés rázta meg az Olaszországhoz tartozó sziget keleti részét. Új nyugdíj célú megtakarítási formát jelentett be ma a pénzügyminiszter. A tervek szerint egy hosszú lejáratú állampapírról lenne szó. Az új rendszer is része annak a tervnek, hogy növeljék a lakosság kezében lévő állampapírok összegét. Varga Mihály hangsúlyozta, az új nyugdíj előtakarékossági forma a magánnyugdíjpénztárak mellett működne. Elza egy izgő, mozgó féléves kislány, akinek már születésekor gondoskodtak a jövőjéről a szülei. Úgy gondoltuk, hogy fontos, hogyha már most gondolunk arra, hogyha felnő és külön szeretne költözni, vagy lakást szeretne venni, vagy bármire költeni szeretne, azt valóra tudja váltani, és hogy el tudjon indulni a saját útján. Ezt a havi összeget, amit most mi rakunk, az 18 éves korában pont jól fog neki jönni, mert még pluszba jön ugye rá az állami támogatás is. Az állam ugyanis minden 2005. december 31-e után született gyermek részére ad 42.500 forint értékű életkezdési támogatást, ami akkor válik babakötvényé, ha a szülők a Magyar Államkincstárnál a gyerek részére startszámlát nyitnak. A gyerekek 18 éves korukban pedig felvehetik a számlán összegyűlt összeget, ami az életkezdési támogatással a szülők akár havi 5000 forint értékű befizetéseivel és a kamattal együtt akár 2,5 millió forint is lehet. A szakemberek szerint a babakötvény a népszerűségét annak is köszönheti, hogy 2018. februárjától már 5,4%-os kamatozású, ami jóval kedvezőbb, mint más banki megtakarítások. Többek között éppen ez a célja ennek az előtakarékossági formának, hogy a gyerekek egy biztosabb pénzügyi alappal kezdhessék meg a felnőtt életüket. 19-ben lesz egy fontos lépésünk. A kormány nem csak az életkezdést támogatja, hanem jövőre bevezet egy új, hosszú lejáratú, nyugdíj előtakarékossági célú állampapírt is. Erről már Varga Mihály beszélt. A miniszter hozzátette, ezzel az állam egy újabb lehetőséget biztosít az embereknek az időskori biztonság megteremtéséhez a már piacon lévő nyugdíjpénztárak kínálata mellett. Egy újabb olyan forma jelenjen meg a piacon, amit korábban még a magyar lakosság nem tudott használni. Tehát senki nem akar az önkéntes magánnyugdíjpénztárok területére átevezni. Kétségkívül lesz majd egy versenyfutás, hogy aki
egy ilyen önkéntesbe teszi a pénzét, annak egy vonzó kamatot kínálva, remélem, hogy a államkincstár, az államadósságkezelő központ is egy vonzó formát tud kínálni. Varga Mihály hozzátette, hogy egy ilyen papír kibocsátása mögött mindig állami garancia van, ami erős szempont lehet a befektetők számára. Ennek kapcsán az államadósságkezelő vezérigazgatója kiemelte, azt szeretnénk elérni, hogy a megtakarítás értékálló és infláció feletti hozamot biztosítson, hasonlóan, mint a babakötvény, ahol a befizetés szintén egyből befektetésre kerül. Azt szeretnénk, hogyha ez minél egyszerűbb lenne, és minél gyorsabb, tehát olyan fajta automatikus befektetési mechanizmus működne, ahova elég csak egy egyszerű átutalási megbízást adni, akár rendszeres, akár eseti jelleggel, és az az összeg az rögtön befektetésre kerülne, a kamatfizetés is automatikusan befektetésre kerülne, tehát minél kevesebb dolga legyen ezzel a megtakarítónak. Az új megtakarítási formát a tervek szerint a jövő év második negyedévétől vezetnék be. Gazdasági évértékelőt is tartott ma a pénzügyminiszter. Varga Mihály kiemelte, hogy minden eddigi rekordot megdöntött idén a magyar gazdaság teljesítménye. Az utolsó negyed évben a növekedés meghaladta az 5%-ot, és éves szinten is megközelítette azt. A lakossági fogyasztás, valamint a beruházások járultak hozzá leginkább a jó GDP adathoz. Itt Debrecen határában hamarosan mindenhol markológépeket és toronydarukat lehet majd látni. Elkezdődik ugyanis Magyarország talán legnagyobb és legdrágább, több mint 330 milliárd forintos beruházása. 2023-ra itt épül majd meg a BMW új gyára. Hosszú sorok a kasszáknál, karácsony előtt szinte mozdulni sem lehetett a boltokban. Idén rekordösszeget, több mint 11,5 milliárd forintot hagytak ott az üzletekben a magyar családok. 2018-ban mintegy 6%-kal nőtt a boltok forgalma, azaz a lakossági fogyasztás. Nőtt a foglalkoztatás az év folyamán, emellett pedig a bérek is növekedtek, így a vásárló ereje a lakosságnak az magasabb szintre emelkedett. Emellett az is jellemezte a fogyasztást, hogy hosszú évekig inkább megtakarított a lakosság, óvatosabb volt, és 2018-ban elkezdték bepótolni ezeket az elmaradt fogyasztásokat. A lakossági fogyasztás, épp úgy, mint a beruházások, idén is főszerepet játszottak a gazdaság növekedésében. Ami az utolsó negyed évben több mint 5%-kal bővült, amire két évtizede nem volt példa. A magyar gazdaság azonban egész évben jól teljesített. A pénzügyminisztérium várakozásai szerint a növekedés mértéke 2018-ban elérheti a 4,6%-ot. Az emelkedő béreknek köszönhetően a lakosság nem csak többet vásárolt, többet is tett félre. És nőtt az állam bevétele is. Személyi jövedelemadóból több folyt be az államkasszába, mint ahogy arra előzetesen számítani lehetett. A szigorú tervezésnek köszönhetően ebben az évben is, most már hetedik egymás követő évében csökkent az államadóság mértéke. Úgy számolunk, hogy a tavalyi 73,3% után 2018 végén 72% alá is csökkenhet az államadóságnak az aránya, ami azt mutatja, hogy az elmúlt 8 esztendőben több mint 10%-os mértékben csökkent az államadóság mértéke Magyarországon. Aminek negyedét már a lakosság finanszírozza. Az állampapírok iránt ugyanis folyamatos a kereslet. November végén a lakossági állampapírok állománya már több mint 7300 milliárd forint volt. De nem csak az államadóság mértéke alakul kedvezően. A gazdaság jó teljesítményének köszönhetően a költségvetés hiánya várhatóan idén is 2,4% alatt marad. Ami jóval kevesebb a 3%-os uniós elváráshoz képest. A jó makrogazdasági adatokat pedig a hitelminősítők, illetve a pénzügyi befektetők is pozitív üzenetként értékelhetik. 2019-ben így újabb felminősítések várhatók. Varga Mihály arról is beszélt, jövőre tovább folytatódnak az adócsökkentések. Így például 2019-től újabb 5000 forinttal nő a kétgyermekes családok adókedvezménye, a legkisebb vállalkozások áfamentessége a jelenlegi 8 millióról 12 millió forintra nő, a cégeknek pedig már sem szociális hozzájárulási adót, sem szakképzési hozzájárulást nem kell fizetniük, ha a nyugdíjas munkavállalót alkalmaznak.
Kormánypártok szerint Magyarország egyre jobban teljesít, amióta hátat fordított a balliberálisok rossz gazdaságpolitikájának. Nacsa Lőrinc azt mondta, a Gyurcsány Ferenc és a szocialisták kormányzások idején tönkretették az országot, 1 millió embert tettek munkanélkülévé, és megduplázták a munkanélküliséget. Hozzátette, 2010 óta Magyarország visszaszerezte gazdasági önrendelkezését, és tartós növekedési pályára állt. Fidesz-KDNP kormányzás kezdete óta folyamatosan csökkennek az adók, 800 ezerrel több ember dolgozik, és a 2010 óta eltelt időszakban már 25% felett volt a gazdasági növekedés, a munkanélküliség pedig a harmadára esett vissza. Azt láthatjuk, hogy 2010-ben szakítani kellett a balliberálisok rossz gazdaságpolitikájával, növekedési pályára kellett állítani a gazdaságot, így tehát a magyar emberek munkájával és a kormány gazdaságpolitikájával Magyarország egyre jobban teljesít. Jövőre is folytatódik az Otthon Melege program. Első körben gázkonvektorok cseréjére lehet majd pályázni. Összesen 2 milliárd forint jut erre a célra, ebből a pénzből csaknem 15 ezer háztartás kaphat majd támogatást. A kormány célja, hogy minél több helyen korszerű, energiatakarékos berendezésekkel fűtsenek. Konvektorokkal fűt ez a nyíregyházi nő. Összesen 4 van a lakásban, szobánként különbözőek, több mint 40 éve lettek beszerelve. Egy jó pár éves velem együtt, de mi szeretjük, használjuk. Még működnek, de már elavultak, hangosan kattognak és sokat fogyasztanak. A gáztámla havonta csaknem 20 ezer forint. A tulajdonos azt mondja, szeretné mindet egyszerre lecserélni, az viszont sokba kerül, önerőből nem megy. Ha lehetőségem lenne rá, akkor szívesen kicserélném őket újabbra. Meg gazdaságosabb lenne, nem lenne olyan veszélyes a fűtés vele, mert már ami új, az új, és az mindig jobb. Közel 1 millió család fűt gázkonvektorral Magyarországon. A berendezések 80%-a elavult. Ezek cseréjére jövőre újra lehet állami támogatást kérni. Az Otthon Melege programban 2 milliárd forint jut erre a célra, a pénzből csaknem 15 ezer háztartás kaphat támogatást. A költségek 60%-át fedezik, maximum 750 ezer forintig. A kormány azt szeretné, hogy minél több helyen korszerű, energiahatékony berendezésekkel fűtsenek. Nem csak egy konvektornak a cserét, hanem az adott háztartás fűtését biztosító mindegyik konvektornak a cseréjét támogatjuk. Tehát kifejezetten azt szeretnénk, hogy komplex energiahatékonysági felújítást hajtsanak végre a lakosok. Tehát mindenképpen az lenne a célunk, hogy egy háztartásban mindenképpen az összes konvektor cseréjére, a teljes fűtési rendszernek a korszerűsítésére kerüljön sor, ezzel is hozzájárulva a programnak ahhoz az alappontjához, hogy ne csak a rezsicsökkentést, hanem a károsanyag kibocsátást is szolgáljuk. Az Otthon Melege programban már több mint 320 ezer család kapott, összesen 35 milliárd forint támogatást. A pénzt háztartási gépekre és épületek energetikai korszerűsítésére lehetett felhasználni. Legutóbb decemberben mosógép, hűtő és fagyasztó cseréjére írtak ki pályázatot. Rekordszámú 119 ezer igénylés érkezett, ezek elbírálása jelenleg is tart. A gázkonvektorok cseréjére várhatóan márciustól lehet majd újra támogatást kérni. Megkezdődtek az évvégi leárazások az üzletekben, 30-50, de akár 70%-kal olcsóbbak lehetnek most a téli termékek és egyes elektronikai cikkek. A készletektől szabadulnának a kereskedők, az akciók miatt sokan voltak ma is a boltokban. Cserélik a számokat kisebbekre. Megkezdődött a téli leárazások időszaka. Ilyenkor szinte minden bolt csökkenti az árakat, általában 20-50%-kal, de a kedvezmény mértéke akár a 70%-ot is elérheti. Akció, akció hátán. Ilyen kép fogadta a Békés Csabai bevásárlóközpontban a látogatókat. Évvégi készletkisöprő akciónkat tartjuk, főleg ugye kiegészítő termékekre és ugye utolsó kiállított darabokra. Ebben az időszakban a kereskedők rá is kényszerülnek, hogy erősen nyomott áron kínálják termékeiket. Most a két ünnep között reggeltől estig nagyon sokan vannak, nagyon sok kedvezményünk van, 10-70%-ig a téli termékekre. Úgyhogy nagyon sok vásárlót várunk. Sokan praktikusnak tartják, és ezért várják az akciókat. Nagyon hasznosak így, mert én például az összes pénzemet elköltöttem így a karácsonyi ajándékokra, és most éppen egy pólót keresek szilveszterre. Főként a ruházati termékek lettek jelentősen olcsóbbak.
Volt azonban olyan vevő, aki már a következő évi ünnepekre gondolt. Jövőre készülünk a következő évre, nagy a család, nagymamáknál is van fenyőfa, a gyermekeknél is, hogy az unokák minél jobban gyönyörködjenek. Hasonló látvány fogadta az embereket a fővárosban is. Az egyik budapesti bevásárlóközpont parkolójában egy szabad hely sem maradt. Az üzletek zsúfolásig megteltek, a tömeg hömpölygött a mozgó lépcsőn. Sokan kifejezetten ilyenkor vásárolnak, hiszen ugyanannyi pénzből most több darabot is be tudnak szerezni. Ami miatt nagyon sokan felkeresik az üzleteinket, az az, hogy sokan készpénzt kapnak karácsonyra ajándékba, ajándékkártyát, ezeknek a levásárlása zajlik, vagy a kapott főajándékhoz szeretnének még kiegészítőket. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára híradónak arról beszélt, hogy az évvégi leértékeléseknek a készleten maradt termékek kiárusításának köszönhetően rekordmagasságot érhet el a lakossági fogyasztás. Egyértelmű a növekedés ténye, és az is, hogy ez a 6-7% közötti volumen mennyiségi növekedés, ez az elmúlt bő fél évtizedes növekedési szakasz tekintve rekordnagyságú, természetesen a forgalom értéke is, amely elérheti az 1200 milliárd forintot. Az adatok azt mutatják, hogy idén minden eddiginél többet költöttek a családok. 11,5 milliárd forint körül várható a kiskereskedelmi forgalom. Mától 4 napon át legálisan is megvásárolhatók a 3-as kategóriába sorolt pirotechnikai eszközök, népszerűbb nevükön a házi használatra szánt tűzijátékok. Ezeket szilveszterkor este 6 órától másnap reggel 6 óráig lehet felhasználni. A rendőrség azt kéri, hogy mindenki csak engedéllyel rendelkező árusítóhelyen vegye meg a pirotechnikai eszközöket, és tartsa be a használati utasítást. Meg kell gyújtani, le kell rakni, és akkor ilyen csillagokat szól ki egész magasra. Presó Tamás a kisfiának vásárol szilveszteri tűzijátékokat az egyik budapesti árusítóhelyen. Minden kérdésére választ kapott, meggyőződhetett róla, hogy nem járt le a termék szavatossági ideje, és magyar nyelvű használati utasítást is kapott. 5 éves fiammal szeretnénk egy kicsit szilveszterezni, hát meg hozzászokatni őt is ez a szilveszteri hangulathoz, itt a környéken állandóan lövöldöznek fel, mi is egy picit megpróbáljuk ezt magunkévá tenni, és ne féljen, ne ijedjen meg. Az itt dolgozó pirotechnikus szerint a vásárlóknál egyre fontosabb szempont a biztonság. Sokan rákérdeznek egyébként, hogy van-e magyar nyelvű, meg kérdezik is, hogy kell a termékeket használni, de ezt alapvetően is elmondjuk nekik, főleg az olyanoknál, amiket azért nehezebb, vagy tehát, hogy komplikáltabb mondjuk meggyújtani, nem látszik annyira a zsinór, vagy ilyesmi, azt mindig megmondjuk, hogy kell használni. A legális tűzijáték árusító helyek szigorú előírások alapján működnek. A szabályok betartását a hatóságok folyamatosan ellenőrzik. Ez az árusító helye reggel 9-kor nyitott, de 9:45-kor már jöttek a rendőrök, hogy rendben vannak-e az engedélyek. Még itt voltak, amikor megérkeztek a katasztrófavédők is, hogy ellenőrizzék a tűzvédelmi szabályok betartását. Az országban 660 helyen lehet legálisan megvásárolni a szilveszteri tűzijátékokat. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki csak engedéllyel rendelkező árusító helyen vásároljon pirotechnikai eszközt. A tűzijátékokat csak december 31-én este 6 és január 1-én reggel 6 óra között szabad felhasználni. A petárdázás továbbra is tilos. A megmaradt pirotechnikai eszközöket tilos a kukába dobni. Azokat a vásárlás helyére január 1-e és 5-e között vissza kell vinni. A termékek visszavételéért az árusok nem kérhetnek pénzt, viszont a termékek árát sem térítik vissza. A híradót Víg András tudósította. Furcsa kék fény borította be az eget múlt éjjel New Yorkban. Hatalmas volt a pánik, nem sokára mondjuk, hogy mi is okozta a jelenséget. Előtte viszont lássuk, hogy mi lesz még a híradóban. Pénzügyőrnek adták ki magukat, több millió forintot raboltak így, most nyomra vezetői díjat tűztek ki rájuk. És sűrű hóvihar csapott le Amerikára, megbénult a légi közlekedés, közben Ausztráliában napok óta 40 fok van. 2 javaslatot tárgyalna az ellenzék jövő csütörtökön az általuk kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülésnapon. Egyrészt kimondanák, hogy szerintük jogellenesen vezették a ház december 12-i ülését, és szerintük megsértették a képviselők mentelmi jogát az MTVA székházánál. A kormánypártok nem vesznek részt az ülésen, azt mondták, hogy nem kívánnak részt venni az ellenzék színjátékában.
Ma rendkívüli házbizottsági ülés volt. Közösen tartott sajtótájékoztatót az MSZP, a Párbeszéd, a Jobbik, a DK, valamint az LMP politikusa a pénteki házbizottsági ülés után. Az ellenzéki képviselők rendkívüli parlamenti ülésnapot kezdeményeztek. Egyrészt azt szeretnék, ha jogellenesnek nyilvánítanák az országgyűlés december 12-i ülését. Ez volt az, amikor a munkatörvénykönyv módosítását úgy akarták megakadályozni az ellenzéki politikusok, hogy elzárták az utat az elnöki emelvény előtt. Majd kiabálással és sípszóval zavarták a parlamenti munkát. Az ellenzéki politikusok azt is országgyűlési határozatban mondatnak ki, hogy a közmédia székházában sérültek mentelmi jogaik. Biztonsági őrök nem csak hatáskörüket túlépve léptek fel ellenzéki képviselőkkel szemben, hanem erőszakot is alkalmaztak, amint arról több felvételen, illetve most már orvosi látletek alapján is megbizonyosodhattunk. Legyen szíves, álljon! Kérjük, hogy álljon fel. Józsikám, itt fekszünk a földön, de legalábbis én igen. Most itt hatan itt vannak fölötte. Jó? Mi? Nem bírnak a fiúk magukkal. Így viselkedett például a DK-s Varjú László az MTVA székházában. Kicsit ütnek, kicsit vernek. Miközben videóra vette, ahogy a földön fekszik, a telefonban arról panaszkodott, hogy éppen verik a biztonsági őrök. Az ellenzék szerint sérült például az MSZP-s Kunhalmi Ágnes mentelmi joga is. A politikus egy csukott ajtónak rohant neki, majd a földre zuhant. Hatházi Ákos egy lépcsőkorláton akart felmászni, majd amikor a biztonsági őrök feltartóztatták, lefeküdt a földre és nem volt hajlandó felkelni. Kapcsolj már ki! Ja? Erős kép lenne, hogy lefekszünk a lépcső elé és talpolra rakjuk a kezünket. Az MSZP-s Bangóné Borbé Ildikó pedig egy megrendezett jelenettel akarta elérni, hogy a nyilvánosság értesüljön a szerinte őket ért jogsértésekről. A kormánypártok nem asszisztálnak az ellenzék hamis képmutató színjátékához. A kormánypártok nevében a Fidesz kommunikációs igazgatója jelezte, a Fidesz-KDNP politikusai nem jelennek meg az ellenzék által összehívott rendkívüli ülésen, mert nem kívánnak részt venni az ellenzék színjátékában. Az ellenzéki pártok csak színészkedtek, és most is csak színészkednek, és eközben megpróbálják a magyar embereket átverni. A Fidesz-KDNP ebben nem lesz partner. Hídvégi Balázs egy videót is bemutatott, amelynek a színjáték nevet adták. A politikus képmutatásnak nevezte, hogy éppen azok az ellenzéki politikusok kezdeményezték a rendkívüli ülést, akik meg akarták akadályozni az országgyűlés legutóbbi ülését. Előre megtervezett erőszakos utcai akciókat szerveztek, és részt vettek egy közintézmény elfoglalásában. A balliberális oldal felelőssége, hogy megjelent a fizikai fenyegetés és az erőszak a parlamenti politika eszköztárában. Ezt mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Pesti srácoknak. Gulyás Gergely a decemberi tüntetésekről szólva azt mondta, ami a parlamentben és az utcán történt, az az ellenzék kizárólagos felelőssége. Arról is beszélt, az ellenzék jó néhány képviselője úgy gondolja, hogy a törvények felett áll. Ami pedig a köztévénél történt, az a képviselői jogállással összeegyeztethetetlen. Gulyás Gergely kiemelte, a törvény szerint az országgyűlési képviselő bármely közintézménybe beléphet, de ezzel nem zavarhatja meg a rendeltetésszerű működést. Tévés akciójuk általuk is bevallott célja, petíciójuk beolvasása pedig éppen a normális működés megzavarása volt. Több ellenzéki párt is bírálja a Nagy Imre szobor áthelyezését, az MSZP közleményben tiltakozott, a Demokratikus Koalíció pedig a Nagy Imre Társasággal közös gyertyagyújtást szervezett a vértanúk terére. Az, ami itt állott mögöttem ezen a téren, az nem pusztán egy szobor, nem pusztán egy emlékmű volt. Annál sokkal több. Egy fantasztikus gondolat, egy igazi nemzeti szimbólum. A vértanúk tere rehabilitációjának részeként szállították el Nagy Imre szobrát, erről tájékoztatta a programvezetője az MTI-t. Vaxler Tamás azt mondta, első lépésként a Nagy Imre szobor kompozíciót újrafelállítás előtti restaurálásra vitték el. Hozzátette, az alkotóval folytatott egyeztetés, a szükséges hozzájárulások beszerzése, valamint a terület előkészítése után kerülhet a mártír miniszterelnök emlékműve a Jászai Mari térre. A tervek szerint még 2019. június 16-a előtt oda viszik a szobrot. A szobor eddigi helyén pedig a vörös terror áldozataira emlékező Nemzeti Vértanúk emlékművét állítják majd vissza.
Egyre aggasztóbb a szmog helyzet Borsod megyében, Putnokon egészségtelen, Sajó-Szentpéteren és Miskolcon pedig kifogásolt a levegő minősége. A Sajó völgye egy szélvédett hely, ráadásul sokan fűtenek fával, így könnyen megreked a levegő. Az orvosok azt kérik, aki arra érzékeny, inkább ki sem menjen a szabadba, és ne is szellőztessen. Füstölő kémények, arra szóló forgalom, ezek együttesen okozzák a rossz levegő minőséget Sajó-Szentpéteren. Az utcán alig sétálnak az emberek, sokakat irritál a rossz levegő. Én allergiás vagyok, mondjuk konkrétan erre a szmogra még nem éreztem, hogy konkrétan rosszabbul lennék, de hát nyilván nagyon rossz, tehát igazából anyukámnak igen, ő 80 éves elmúlt, és neki mindenképpen, tehát ő ilyenkor nem is nagyon jön. Sokan vannak az orvosi rendelő várótermében is, van, aki folyamatos köhögéssel küzd. Majd megfulladtam egyik, másik az, hogy annyi köhögést csillapítót 12 üveggel kellett meginni, mert éjjel-nappal az egész légzőszervet mindent megtámadott, és nem tudtam abba hagyni a köhögést. Rendelkezünk egy úgynevezett COPD állapot felmérő lappal. Ez egy teszt. Egyre többeknél okoz komoly légzőszervi problémákat a rossz levegő minőség. A betegek először egy tesztet tölthetnek ki az orvosnál, majd vizsgálatok jönnek, végül a szakrendelésre irányítják őket. Különböző krónikus betegségek, amik elsősorban a légzőszervet érintik, sokkal magasabb arányban fordulnak elő, mint az ország más területein. Ilyenkor, amikor úgymond szennyezetté válik a levegő, abban az esetben főleg a köhögéssel, nehéz légzéssel, orrfolyással összefüggő panaszok jelennek meg. Az idősekre és a gyerekekre különösen veszélyes a szennyezett levegő. Nekik azt javasolják, hogy ha tehetik, ne is menjenek a szabadba. Nem csak Sajó-Szentpéteren okoz gondot a levegő rossz minősége, hanem Putnokon és Miskolcon is magas a szállópor koncentrációja. Szerencsére délutára elerett az eső, és a szakemberek szerint ez valamelyest javít a helyzeten. Az előrejelzések szerint pedig a következő napokban a beáramló hidegebb levegő szintén javíthat majd a levegő minőségén. A Hírodót Embíró Liza tudósította. Hatalmas hóvihar bénította meg a légi közlekedést az Egyesült Államok közép-nyugati és dél-keleti részén. Texas állam nemzetközi repülőterein 1000 járatot töröltek, több mint 4000 pedig csak késve érkezett vagy indult. Az egyik gépen több utas és a személyzet is megsérült, miután Dallas térsége felett viharba kerültek. Végül le tudtak szállni, a sérülteket pedig kórházba vitték. Mindeközben Ausztráliában már 100 éves melegrekordok dőlhetnek meg. A havat takarítják Minotban, ebben az észak-dakotai városkában. Több mint 30 cm hó esett rendkívül rövid idő alatt, a járdák, az utak járhatatlanná váltak. 20 éve élek itt, a hó észak-dakota része. Én szeretem, mármint észak-dakotát, a havat egyáltalán nem, mondja egy helyi férfi. Előkerültek a hólapátok is. Én ilyen régi módi vagyok, a havat így is úgy is el kell takarítani, egy kis mozgás pedig nem árt, véli egy másik helybéli. A térségben nem csak a békés arcát mutatta a tél. Hófúvások nehezítették a közlekedést, az autó csak lépésben haladhattak a csúszós behavazott utakon, ahol a látási távolság minimálisra csökkent. Több út járhatatlanná vált, ezeket lezárták a hatóságok. A hóvihar a legnagyobb káoszt a légi közlekedésben okozta. A Dallasi Nemzetközi Repülőtér információs táblája azt mutatta, hogy szinte minden második járatot törölték. 1000 repülő nem indult el, 4000 járat pedig késve érkezett vagy indult el. Sok utas órákat töltött a repülőtéren. Az egyik utasszállító hóviharba került a Dallas feletti légtérben. Olyan erős volt a légörvény, hogy több utas és a személyzet néhány tagja is megsérült a fedélzeten. A Mexikóból érkező gép nem is tudott leszállni Dallasban, hanem átirányították Austinba. Itt már zuhogó esőben landolt a gép. Evakuáltuk a repülőről a sérülteket, és kórházba szállítottuk őket további kivizsgálásra, mondta az austini repülőtér szóvivője. A térségben annyi eső esett, hogy kiléptek medrükből a folyók. Villámárvíz miatt több helybélit ki kellett menteni otthonából. Az esőt azonban lassan itt is hó váltja fel. Nem sok, de valamennyi hó esett Washingtonban is. A helyi állatkertben az óriás panda nem tudott betelni a fehér hótakaróval, bukfencezett, önfeledten bukdácsolt örömében. Sokan örülnek a decembernek Ausztráliában is, igaz, ott most 40 fokos meleg van és hamisíthatatlan strandszezon. Új-Dél-Wales tengerpartja zsúfolásig megtelt. Csodálatos érzés ide eljönni a hideg Angliából és élvezni a napsütést. Ez itt fantasztikus, a strand kifogástalan, mondja a brit turista.
Az ausztrál hatóságok arra figyelmeztetnek, az elkövetkező napokban hőmérsékleti rekordok dőlhetnek meg. Valószínűleg 4 egymást követő napon 40 fok felett lesz a hőmérő higanyszála, amire az elmúlt 100 évben nem volt példa. Szokatlan kék fény világította be New York egét múlt éjjel. A helyiek először földön kívüliek megjelenésére gyanakodtak, később viszont kiderült, hogy egy erőmű transzformátora robbant fel. A detonáció óriási pánikot okozott, a balesetben senki sem sérült meg. Elképesztő égi tüneménynek lehettek szemtanúi New York lakói csütörtök késő este. Egy hangos robbanás után túlvilági türkiszkék fény árasztotta el Queens város részt. Aki csak tudta, elővette a telefonját, hogy levidehozza a különös fényt. A kékséget Manhattanben és New Jerseyben is látni lehetett. A robbanás megrázta az épületeket, az emberek pánikszerűen az utcára menekültek. Áramkimaradások is voltak. Videójátékoztunk, amikor hirtelen minden elsötétült. Dühösek lettünk, azt hittük, valami meghibásodott az épületben. Felhívtam a barátomat, aki azt mondta, hogy egy hídon áll, és pulzáló kék fények veszik körül. Felmentem a tetőre, és egy nagy kék felhőt láttam felemelkedni, mesélte egy fiatal férfi. A hátborzongató villódzások miatt sokan földönkívüliek inváziójára gyanakodtak. Szuperhősök megjelenéséről szóló üzenetek lepték el a közösségi oldalakat. Különös látvány volt, a Függetlenség napja című filmre emlékeztetett, és úgy tűnt, mintha valami lenne a felhők felett, de az valójában a tűz volt, mondta New York állam szenátora. A villamos erőmű szóvivője azonban igyekezett megnyugtatni a kedélyeket. A jelenséget csak egy transzformátor állomás robbanása okozta. A baleset a Con Edison áramszolgáltató villamos erőművében történt, és a hiba elhárítását gyorsan meg is kezdték. Tudomásunk szerint ezen a környéken a lakossági és a kereskedelmi ügyfeleknél már van áram. A LaGuardia repülőtéren pedig 90%-ban helyreállították a szolgáltatást, tájékoztatott az erőmű szóvivője néhány órával később. Az áramszünet miatt ugyanis rövid időre leállt a forgalom a többségében belföldi forgalmat lebonyolító LaGuardia repülőtéren és a városnegyedet átszelő metróvonalon. A robbanás után egy órával a rendőrség megerősítette, hogy senki sem sérült meg, és azt tanácsolták, hogy egyelőre mindenki kerülje el a baleset helyszínét. Fél év alatt másodszor történt baleset a Con Edison erőmű miatt. Júliusban a világhírű Manhattani vasalóház környékén felrobbant egy 86 éves gőzvezeték. A detonációban 5-en megsérültek. Több mint 46 épületből pedig evakuálták az embereket, mert rákkeltő aszbeszt jutott a levegőbe. Kimagasló látogatottsággal zárja az évet a Fővárosi Állat és Növénykert. Idén már csaknem 1 millióan keresték fel a Városligeti Intézményt, ahol minden eddiginél több látnivaló és program várta a látogatókat. Egy nemzetközi felmérés szerint a Fővárosi Állat és Növénykert lett a legjobb a hazai állatkertek között, míg európai összehasonlításban a 17. helyen végzett a listán szereplő 110 állatkert közül, holtversenyben a koppenhágaival, valamint a dublinival. Álpénzügyőrök elfogásáért ajánlott fel 500 000 forintos nyomra vezetői díjat a rendőrség. A három gyanúsított még nyáron állított meg egy kamiont egy törökbálinti telephelynél. Egyenruhában voltak, és fegyver is volt náluk. A sofőrrel elhitették, hogy hivatalos ellenőrzés miatt állították meg, majd 1 millió forintot csaltak ki tőle. A rendőrség kéri, hogy akinek bármilyen információja van az esetről vagy a tettesekről, az jelentkezzen az ingyenesen hívható telefontanú vonalán vagy a központi segélyhívókon. Ahogy minden évet úgy 2018-at és nagyszabású koncerttel búcsúztatják és indítják a következőt a bécsi filharmonikusok, és ahogy mindig ezúttal is láthatják majd a koncertet a közmédiában, a Duna csatornán január 1-én 11 óra 15 perctől. Az újévi koncertet első alkalommal vezényli a német Christian Thielemann, sztár karmester. A világ leghíresebb klasszikus koncertjét a tévés közvetítésnek köszönhetően 90-nél is több országban millióak láthatják élőben. Phil Wagner gespielt und Strauss. Több alkalommal játszottunk együtt a zenekarral Wagnert, Strauss műveit, Beethovent, Schumannt. A régóta tartó kapcsolatnak végül meglett az eredménye, hiszen még nagyobb bizalommal vagyunk egymás iránt, és újabb dolgokat fedezünk fel a próba során. Rengeteget tanultam a zenekarnak köszönhetően, inspirál a közös munka.
Jöjjön a kapcsolás az M5 stúdiójába, mindjárt kezdődik ott is a híradó. Ivanov Barbara mondja, hogy mivel várják a nézőket. Szervusz, köszöntöm az M1 nézőit. A mai M5 híradóban szó lesz a Kossuth Díjas Csíkzenekar fennállásának 30 éves jubileumáról. Beszámolunk az Essencia népzenei szupergrup évzáró koncertjéről, és megmutatjuk, milyen darabokkal készülnek a külhoni színházak szilveszterkor. Tartsanak velünk pár perc, és kezdünk. Barbara, köszönjük szépen! Mi pedig más sporttal folytatjuk, Bénimet Péterén a részletekkel. Jó estét kívánok! Kézilabda, jégkorong és rally is, ez az, amit hoztam magammal. Lékai Máté szerint az első hétbe kerülés lehet a kitűzött célja a férfi kézilabda válogatottnak a januári világbajnokságon. A dán-német közös rendezésű VB-n egy esetleges jó szerepléssel nagy lépést tehet a magyar válogatott a 2020-as Tokiói olimpia felé. A magyar válogatott júniusban Szlovénián túljutva kvalifikálta magát a 2019-es világbajnokságra. Az azóta eltelt fél évben azonban rengeteg változás történt a magyar csapatnál. Ljubomir Vranyest Csoknyai István váltotta a szövetségi kapitányi poszton, aki most már Vlada Maticsal együtt készíti fel a dán-német közös rendezésű tornára az együttest. A magyar csapat csütörtökön Budaörsön kezdte meg a közvetlen felkészülést a VB-re. A válogatott január 3-án és 6-án két felkészülési mérkőzést játszik Dániában a házigazdák ellen. Majd január 11-én Argentína ellen lép először pályára a világbajnokságon. Lékai Máté szerint a csapat célja az olimpiai selejtezőt érő helyek egyikének megszerzése. Én egyértelműen azt mondanám, hogy az olimpiai selejtezőre kijutás, mert ha nem az, akkor nincs, nem érünk el eredményt ezen a világbajnokságon, csak leszünk egy 9-10 és annál lejjebb. Én azt gondolom, hogy ez egy egyértelmű célkitűzésnek kell lennie. Aztán, hogy ez milyen úton, vagy hogy érjük el, az már teljesen mindegy, csak valahogy érjük el. A magyar válogatott január 11-én kezdi meg szereplését Koppenhágában az argentinok ellen. Ezt követően Angola, Katar és Egyiptom lesz lékaiék ellenfele. A zárófordulóban pedig Svédországgal találkoznak a mieink. Innen a csoport első három helyezettje jut a középdöntőbe. Az M4 Sport a magyar válogatott mérkőzéseit, illetve a teljes világbajnokságot élőben közvetíti. És még mindig kézilabda nem tartott sokáig a karácsonyi ünneplés az FTC női csapatánál sem. Ele Gábor együttese ugyanis már újra edzésbe állt, és nagy erőkkel készül a január 2-i Győr elleni bajnoki rangadóra. Mindkét együttes hibátlan mérleggel áll 9 mérkőzés után. Kovacsics Anikóék csak a gólkülönbségük miatt másodikak az NB1 tabelláján. A Ferencvárost 7 játékos képviselte a decemberi Európa bajnokságon, közülök többen nagy szerepet vállaltak a magyar válogatott remek teljes. Ele Gábor szerint kulcsemberei terheléséből előnyt is kovácsolhat az FTC. Nem csak az Európa bajnokságon voltak ők borzasztó nagy terhelésre, hanem egész ősszel. Miután azért elég szűk volt ez a keret az őszi szezonban. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebbe edződtek is, tehát nem csak, ennek nem csak negatív oldala van, hanem pozitív is, hogy azért edződtek benne, hogy azért most többet kell ebbe az évben a pályán lenni, mint itt az elmúlt években. Ez feltétlenül én azt gondolom, hogy az Európa bajnokság megmutatta, hogy az előnyükre is vált. Úgyhogy bízom benne, hogy úgy folytatják, hogy Franciaországban bajták. Egy friss hír a jégkorong világából, tovább tart a MOC Újbuda rossz sorozata a szlovák bajnokságban. Majoros Gergely együttese ezúttal a Beszterce bánya otthonában kapott ki simán 7-2-re. A MOC ezzel egymás után 5. mérkőzését vesztette el, így továbbra is a 11. helyen áll a szlovák ligában. Kiélezett a küzdelem az első helyért a jubileumi 20. szilveszter rallin. Az első nap végén mindössze 2 másodperc a különbség az éllovas cseh Ondrej Biszá, és Velencei Ádám között. A hagyományos évzáró versenyen holnap kora délután avatnak bajnokot. Több mint 200 autó várta a rajtot péntek délelőtt a Magyar Autósport hagyományos évzáró versenyén, a Szilveszter Rallin. Nem hiányoztak a régi vágású Ladák és a klasszikus Audi Quattrók sem. A Hungaroring területén kialakított pályán viszont az elit kategóriához tartozó R5-ös autók, azok közül is a Skoda Fabiák voltak a leggyorsabbak.
Az első gyorsasági szakaszon a cseh Andrej Bisaha 5 másodperccel előzte meg a második helyen végző Velencei Ádámot. A második mért szakaszon viszont már a magyar versenyző uralta a mezőnyt, és szakasz győzelmével 2,8 másodpercre faragta összetettbeli hátrányát a cseh pilótával szemben. Velencei szerint a minimális különbség teljesen eltűnhet az áronapon, de a téli változékony időjárásban sok múlhat majd a gumiabroncsok kiválasztásán is. Itt szerintem a legfontosabb reggel az lesz, hogy megint jól beletaláljunk a gumiba, és próbálunk majd itt a külső gyorsot megnyomni, meg bátran menni. Bent meg ugyanígy, ha minden körben megadjuk neki ezt az 1-2 másodpercet, akkor már jók vagyunk. Cél mindenképp az, hogy megnyerjük a versenyt. Velencei Ádám és navigátora Szedő Csaba a zárónapon küzdhet tovább az elsőségért. A 20. Szilveszter rali mezőnyére szombaton további 4 gyorsasági szakasz, azaz bő 30 kilométer vár még a befutóig. Én pedig 22:20-kor jövök a szokásos bővebb sportkiadással. Péter, köszönjük szépen! És ennyi volt a Híradó este 7:30-tól. Ha még több híre kíváncsiak, kattintsanak weboldalunkra a hirado.hu-ra. Tóth Tamás jön és mondja, milyen idő vár ránk a következő napokban, utána pedig megyünk tovább a ma estével itt az M1-en. Tartsanak velünk!